Nagy szeretettel köszöntöm a Pásztor Szava nézőit és hallgatóit. Köszönöm az előző alkalmakon szolgáló barátaim, testvéreimnek a szolgálatát, Unyadi Tamásnak is köszönöm, és Karapirénkének is a szolgálatát. Megnéztem én magam is többször is, úgyhogy nagyon építők voltak ezek a szolgálatok, és nagyon hasznosak voltak az én számomra is, remélem a ti számotokra is. A mai nap folytatni fogjuk az erőnk forrásai alkalomsorozatot, amiben megnéztük azt, hogy a 21. században Isten az utolsó idők gyülekezeténben a hívőknek milyen erőforrásokat biztosít arra, hogy ezt a végtelen nagy ellenállást és harcot, amit vívunk az ellenséggel és a sötétséggel szemben bírjuk, és nem csak, hogy bírjuk, hanem győztesek lehessünk e fölött. Isten elrejtett erőforrásokat, maga a Szent Szelem személye egy óriási erőforrás, és ezen kívül pedig Isten kegyelméből gondoskodott arra, hogy arról, hogy legyen még további erőforrása minden egyes kereszténynek, és ez nagyon nagy tanulást igényel, mert az erőforrásoknak a, a, a felfedezése, használata, kimerítése, vagy, vagy, hogy is mondjam, ö, ö, talán ez egy jó kifejezés, hogy kimerítjük azt az erőforrást, ami benne van. Tehát valóban igénybe vesszük valamennyi területét és részét ezeknek az erőforrásoknak. Ez nagy tanulás és fegyelmet igényel. Vannak fegyelmezetlen és korrigálhatatlan keresztények, akikkel nem lehet mit kezdeni. Ezek örökké gyerekek maradnak. Csak játszanak, akarnak, mindig csak a kegyelmet emlegetik állandóan, folyamatosan, soha nem akarnak felnőni, és a keresztény életet igazából egy, egy játszó térnek tekintik, ahol az Isten országában, mint gyerekek eljátszogathatnak és, és szórakozhatnak a keresztény életükkel. De mi nem ezek vagyunk, és ezért készüljetek fel az ima és a dicséret után belevágunk egy újabb, komoly szeletébe az Isten igényének, amelyben fogjuk a harmadik területet venni annak az erőforrásnak, amelyet az első apostoli gyülekezet jellemzett. Úgyhogy gyertek velem most imádkozni, és aztán pedig dicsérni fogjuk az Urat, és vesszük elő az Isten beszédét. És mindenkinek kívánok sok áldást a ma esti tanulmányozáshoz. Menj édesatyám, az Úr Jézus nevében hálát adok neked azért, hogy te olyan édesapa vagy, aki nem csak e, a te gyermekeidet e, behozod ebbe a világba, a te élő magodon keresztül újjászületünk, és köszönöm, hogy valóban Jézus Krisztus is így jött be ebbe a világban, hogy egy isteni mag formájában lett beleültetve Mária méhébe. Köszönöm, hogy a mi szellemünkben is így lett beleültetve az örök élő ige magja, amelyben mi is újjá születtünk és a gyermekeid, a te országodba születtünk bele. Uram, köszönöm, hogy nem csak ez a csoda történik meg az életünkben, hanem folyamatos növekedés és felnövekedés lesz a mi életünkben, érett korra növelsz fel bennünket. Köszönöm, hogy mind a kettő egy nagy csoda. Köszönöm azt a csodát, amikor valaki újjá születik, és köszönöm azt a csodát, amikor fölnevekedik. Uram, mind a kettő csodát szeretném megtapasztalni a saját életemben is. Köszönöm, Uram, hogy megtapasztalhattam már az újjászületés csodáját, és szeretném megtapasztalni a teljes életkorra való eljutásnak a csodáját. Ezért imádkozok a testvéreim életébe is, hogy ez történjen meg. Legyen ez a mai alkalom is része annak, Uram, amit Te végzel a mi életünkben. Ez egy hatalmas munka, egy óriási kihívás, de Uram, köszönjük, hogy megvalhatjuk, hogy neked minden lehetséges. Ezért áld meg a mai alkalmunkat is, hogy eh, aki még nem született újjá, jusson el ezen a szolgálaton keresztül is az újjászületésig, aztán pedig, aki újjászületett, tudjon növekedni ezen a szolgálaton keresztül, eh, ezen a mai estén is. Legyen áldott a dicséret, legyen áldott az ige és valamennyi hallgatunk az Úr Jézus nevében. Amen. Fantasztikus, hogy ilyen e, csodálatos és hűséges csapat követ bennünket a Pászor Szava műsor keretében, amely valóban az élet igéjét bontszolgatja, és nagyon hálás vagyok azért, hogy hűségesek vagytok, és igazából nem csak egy stabil létszámunk van, hanem folyamatosan azért apró lépésekben, de mindig nő az a létszám, aki rácsatlakozott erre a vonalra, és e, lépésről lépésre követ bennünket. Én a magam személyében ezt szeretem, amikor nem szórakozásra használjuk az ilyen szolgálatokat, hanem az épülésre használjuk. <kül> és lépésről lépésre haladunk az Úrral együtt, és tud építkezni a mi életünkben. Ma este tehát az e, harmadik erő forrásról szeretnék beszélni, amely megvan írva az apostolok cselekedetei második rész. 41-47-ig, amit szeretnék újra elolvasni, már többször elolvastuk, de gondolom nem bánja senki sem, hogy újra vesszük és újra olvassuk ezeket az ige verseket. Így hangzik az Abcsel 2, 41-47-ig, és utána megnézzük majd az 1 Korintus 11, 23-32-ig is ezt a fejezetet. Azt mondja az ige, akik azért örömes vették az ő beszédét, megkeresztelkedének, és hozzájuk csatlakozik azon a napon, mint egy ezer lélek. Foglalatosak valának az apostolok tudományában, ez az első erőforrás. A közösségben a második erőforrás, ajánlom mindenkinek, aki szeretné ezeket is meghallgatni, a múlt alkalommal az Isten tiszteleten erről volt szó, erről szolgáltunk. A kenyérnek a megtörésében, ez a harmadik erőforrás, erről lesz ma este szó, és a könyörgésekben. Támad a pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát is jeltesznek vala. Minnyáján pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük köz vala. Jószágaik, marhájaikat eladogatták, szétoszogatták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége vala. Minden nap egy akarattal kitartva a templomban, megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala az eledelben, örömmel és tiszta szívvel, dicsérve az Istent, és egész nép előtt kedvességet találva, az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Ez legyen ma este is így, és a következő napokban is. Tehát ma szeretnék beszélni az Úrva soráról, hogy a két előző előforrásról beszéltünk, az apostolok tudománya, tanítása hogyan válik erőforrásá az ember életében hogyan tudjuk kivenni belőle az, azokat az erőket, ami benne van és nagyon sok keresztény van, aki a vasárnapi ígéretéseket, vagy a tanításokat meghallgatja és aztán hétfőn el is felejtette nem, nem dolgozik vele, nem imádkozik vele, pedig ezekben ott van az erő és hogyha imádkozna vele az igével tanulmányozná, elmélyülne benne, gondolkodna felette, akkor sokkal több erő jön neki belőle, mint a vasárnapi alkalommal. Beszéltem a második erőforrásról, ami a közösség, hogy uh, itt az Úr olyan közösséget épített a hívőkből, amelyet a világ mondott, hogy kívánatos volt. Tehát a, dicsérve az Isten az egész nép előtt, a kedvességet találva, uh, ez azt is jelenti, hogy a gyülekezet dicsérte Istent a világ emberek előtt, de egy másik esett például, ha elolvasunk, akkor ugyanezt mondja, csak egy olyan kifejezéssel, hogy a nép is dicsérte a gyülekezetet. Tehát nagyon pozitív volt ez a közösség. Másik helyen mondja, hogy nem mertek közeljük el egyedni, nem azért, mert olyan félelmetes emberek voltak, hanem annyira tisztelték és becsülték ezt a közösséget, és annyira sokra tartották az emberek, hogy nem gondolták, hogy egy akármilyen szeretvetett társaság, az Isten gyülekezete. Szóval ez a közösség olyan erőforrássá válik, ahol, ahol őszinte vonzás alapján jönnek az emberek. Tehát tudják, hogy Isten vonzott őket abban a gyülekezetbe, tudják a testvéri kapcsolatokat Isten ajándékában kapták, kijelentésük van erről. Az ilyen közösségben jelek és csodák történnek, és az ilyen közösségben vibrál a levegő, mert egyszerűen olyan emberek vannak ott, akik elkötelezettek és azon felül, hogy oda járnak, ők pontosan tudják, hogy az az ő helyük, és pontosan tudják, hogy Isten épített őket be ebbe a gyülekezetbe, és olyan csodálatos, hogy nem csak az Úr Jézus Krisztushoz vonz bennünket a Szent Lélek, Jézus maga mondja, hogy senki nem jöhet én hozzám, akit nem az Atya vonz, hanem ez a vonzás ma is létezik, és létezik a gyülekezetek felé is. Én hiszem, hogy az élet gyülekezet felé is ad Isten vonzást, tehát hogy akiket ide akar beépíteni, azokat Isten ide vonza. Ö, aztán egymás felé is. Testvéri kapcsolatok. Ugye egy, egy ekkora nagy gyülekezetben nem lehet mindenkivel egy személyes, bensőséges kapcsolatot képíteni, de azzal a négy-öt testvérrel, abban a házi csoportban, itt házanként jöttek össze, azt mondja az ige, ott viszont öt 10 emberre már ki lehet alakítani egy, egy bensőséges kapcsolatot. És ezt az ember könnyen megérzi, hogy kihez vonzódik. Tehát a szíve, szelleme, hogy ki az, aki őt tudna építeni, akinek ő tudná segíteni. És ezt a szentileg elrendezgeti, hogy megnyitja a szívünket más emberek felé. Ezek a vonzások, az Istentől való vonzások működnek. Ezekről beszéltünk eddig. És akkor vágjunk bele most az úrvacsorába, a harmadik erőforrásba, amely ö, ö, szintén nagyon-nagyon fontos, az egykorintus. 11.23.32 ezt mondja, mert én az úrtól vettem, amit nektek előtökbe is adtam, mi is most előadjuk, amit az úrtól vettünk az vacsoráról, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adott és megtört, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatos képer a pohárt is vettem, minek utána vacsorát volna ezt mondván. E pohár, az új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és iszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend! Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy vissza az Úr pohárát, védkezik, az Úr teste és vére ellen. Ezért próbálja meg azért az ember magát, úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úr testét. És ezért van ti közöttetek, és figyeljétek meg, itt van rögtön mondja, hogy erőforrás az Úr vacsora, erőtelen, tehát hogyha valaki nem jól ér el ezzel az erőforrás, ezért erőtelen azt mondja, hogy beteg, tehát az úrvacsora az erőnk forrása, mindenki mondja ment. Az úrvacsora az egészségünk forrása, egyik forrása, és az úrvacsora egy aktív, figyelmes keresztény életnek a forrása. Ezt mondja természetesen, amikor nem jól élünk vele, a nem jól élés itt azt is jelenti, hogy valaki nem becsüli meg. Mindjárt fogom mondani, hogy mit jelent, hogyha valaki nem becsüli meg az Úr vacsorát. De azt is jelenti, hogy a nem megbecsülés, hogy valaki nem él vele. Tehát ha valaki nem jól él vele, ugyanaz a kategória, valaki nem él vele, mert ha valaki nem él vele, az azt jelenti, hogy nem tartja olyan fontosnak, nem tudja olyan erőteljesnek, annyira lényegesnek az életében ezt, és ugyanazt a vétket követi el, ha valaki nem él vele, mert nem tudja fontosnak, mint aki él vele, de nem megfelelő szentséggel, nem megfelelő tisztasággal közelít az úracsorához. Tehát ez igenis az erőtlenség egyik oka. Mert Isten elhelyezte az úrvacsorát erőforrásnak az ember életébe, a keresztény ember életébe. Azt mondja, mert ha mi ítélnénk magunkat, nem ítélhet, ítéltetnénk el, de amikor ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt elnek Eddig a, az a jól ismert ige vers. Tehát erőforrás. Nézzük meg a gyakorlati részt. Az úrvacsorát házanként vették. Ugye ebben az időben ugye már sok ezer keresztényről beszélünk. Nagyon-nagyon sok Jeruzsálembe is, a Salamon csarnokával jöttek össze a hívők ugye ez a templomnak a külső udvar része, nem mentek be a templomba, de a külső udvar részén volt egy úgynevezett Salomon oszlop csarnoka, ahol sok-sok ezer ember elfér. Reményem szerint én is el fogok menni Izraelbe, és meg fogom ezt, nézni ezt a helyet, ahol valamikor ez a templom fel volt állítva. Ugye most le van rombolva a templom, de fel fogják majd építeni ezt a templomot és az úrvacsorát az úrvacsorát vették házanként, azért, mivel összejöttek sok ezer fős tömegben, nagyon nehéz volt ezt így megoldani. Habár vették ilyenkor is, mert az ige beszél arról, amikor nagy tömegbe vették az urvacsorát, de beszél leginkább a házankénti, kis csoportos urvacsoravételről, és beszél arról, hogy, hogy mikor urvacsoráztak, szeretett vendégséget is tartottak, Ugye a korinthusi gyülekezet ezt keverte össze, hogy a szeretett vendégséggel összekeverték az úrvacsorát, és egy nagy dorbézolást rendeztek, a gazdagok hozták a, a, a mindenféle gazdag ételeket, és beletették az úrvacsorát, itt és együtt ették ezt. Azt gondolták, hogy az úrvacsora az evésivás tulajdonképpen. A szegényebbek meg egyszerűen vagy semmit nem tudtak hozni a... Szeretett vendégségekre, és elkülönültek egymástól, nem osztották meg egymással a szeretett vendégségbe a javakat, és akkor ez egész egy teljesen visszataszító, testi e, dorbézolássá változott, amiben megszentségtelenítették az urvacsorát, illetve a szeretett vendégséget is teljesen torz módon élték meg. Ezt a kettőt választotta külön. E, itt Pál beszél a szeretett vendégségről, hogy az hogy kellene megélni, és beszél az úrvacsoráról, az, ami nem a szeretet vendégség, ezt ne keverjék össze, ez nem az evés ivásnak a része. Ilyenkor, tehát ez összekeveredett, és rendszeresen vették, hogy ebben az időben majdnem minden nap, sőt, minden nap összejöttek a, a hívők imádkozni, vagy a házi csoportokban, a sejgyülekezetekben, vagy pedig a, együtt mikor apostolok szolgáltak, tanították őket, akkor összejöttek a nagyobb helyeken, akár a város szélén, a katakombákba, vagy éppen a Jeruzsálemben, akkor a Salamonnak az oszlopcsarnokában. Nézzük meg az úrocsorát, mint erőforrást. Öt területet szeretnék a figyelmetek vajánlani, amelyben egyértelműen tetten érhető, és ettől sokkal több is van, ahol az úrocsorába kijön az erő. Az első terület, ahogy figyelitek, azt mondja, hogy amikor úrvacsorázunk és egybegyülünk, akkor emlékezzünk meg. Miről emlékezzünk meg? Az Úr Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról, de különösen a halálát említi. Vagyis, amikor az úrvacsora vétel van, akkor mindig újra és újra a keresztény ember nem más tesz, ez pedig nem más, mint hogy központi helyre teszi az életébe Jézus Krisztust. Ugye Jézus Krisztusnak a halála és feltámadása, ez maga a kereszt üzenete. A, a kereszt üzenete az, az gyakorlatilag az Isten országának a közepe. Itt a Földön. A mennyben természetesen maga az Isten személye, az Atya, Fiú, Szentlélek személye, az, ami az epicentrum, és különösen az Atya trónja, amelyben most ott ül Jézus Krisztus is, az Atya jobbján, de itt a Földön az Isten országának az epicentruma a Krisztus keresztje. Ugye ez az, amiről Pál beszél, hogy bolondság sok embernek a Krisztusról való beszéd, pedig amikor az úrvacsorát vesszük és beszélünk Jézus haláláról, akkor ezt az úgynevezett bolondságot vesszük elő, ami a világi embereknek bolondság, hogy miért kell mindig újra és újra beszélni Jézus haláláról és feltámadásáról? Azért, mert egy keresztény embernek rendkívül fontos, hogy mindig ez legyen a központban ez legyen a figyelmének a központjában. Erről soha ne vedd le a szemedet, mert hogyha ezen rajta tartod a szemedet, akkor a Jézus Krisztus keresztjéből és a kereszt áldozatából folyamatosan Isten kegyelm által jönni fog az erő. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát nézz föl a keresztre, nézz föl Jézus, mit tett érted. Ugye mindenki tud egy álmen mondani, hogy hányszor és hányszor kaptunk erőt ebből az üzenetből. Hányszor és hányszor, amikor fölnéztünk Jézus Krisztus keresztjére, és fölnéztünk arra, amit ott tett, mennyi erőt, segítséget kaptunk az élő Istentől. Ez a legnagyobb segítség ma a világon, a Krisztus kereszt áldozata. Amit ott tett, hiszen ott fizetett kiértünk minden árat, ami kifizethetetlen volt emberi szinten nincs olyan annyian kincs, olyan érték az emberi világban, a, a teremtett világban, amivel ki lehetett volna fizetni, értünk az árat. Jézus a saját életével fizette ki. És aztán ott van minden, amit elhozott nekünk Jézus, amit mi elveszítettünk a bűn miatt az emberiség elveszítette az élő Istennel való kapcsolatot, elveszítette az isteni tulajdonságát, elveszítette a jellemét, és sorolhatnánk, ezeket mind Jézus elhozta nekünk. Ezért középpontba viszi, tartja, folyamatosan rögzíti a keresztény embernek Krisztust, és azért nagyon fontos, amiben Krisztus középpontban van, az mind megvan tartva örökké. Tehát jelenleg a világ és azért van megtartva, mert az Isten igéje van a középpontban. Tehát Isten szava által lett teremtve, és az, által van fenntartva is. És mi, mi, mivel mi Isten szava által vagyunk teremtve, minket csak az Isten szava tud fenntartani. Minden, amit Isten szava teremtett, azt szó által tartja is fent. Ez nagyon fontos. És ezért, amikor a vacsorára nézünk, emlékezzél meg, hogy ki a te központod, ki a legfontosabb személy az életedben, erre újra föltekintesz arra, aki téged teremtett, aki alkotott, és aki megtart. És mivel Istennek minden lehetséges, nem jöhet olyan nehézség az életedbe, ami Istennek túl nehéz. Ezért az úrvacsora a Krisztus középpontba tartása. Hogy a keresztény ember életében a fókuszból soha ne kerüljön ki Krisztus. Ne kerüljön ki. Ezért az 1 Korintus 1.18 azt mondja, hogy a keresztről való beszéd ugyan sokoknak bolondság, de nekünk Krisztus, nekünk Isten ereje. El is olvasom, jó? Az I. Korintus 1 Korintus 1.18. Nagyon ö, jól ismert igen, ez. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtarthatunk, az Isten ereje. Tehát Isten ereje van a megemlékezésről, tehát amikor te az úrvacsorához jössz, és megemlékezel a Krisztus haláláról, abban Isten ereje szabadul fel. Minden alkalommal, amikor megemlékezel, de az úrvacsorá meg kifejezetten itt kezdődik. Úrvacsorázni nem tudsz másképp, ha nem emlékezel meg a Jézus Krisztus kereszt haláláról és feltavadásáról. Azt mondja, kezd így, emlékezzél, azonnal erő szabadul fel a keresztény ember életében, és minden egyes alkalommal, amikor megemlékezünk arról, hogy Krisztus mit tett értünk, milyen árat fizetett értünk, és mit hozott el nekünk, Isten ereje szabadul fel az életünkbe, mert ez a beszéd Isten erejét tartalmazza. Ez nagyon fontos. Az úrvacsora a kereszt összes erejét tartalmazza. Nem lehet elválasztani a kettőt egymástól. Nagyon érdekes. Az úrvacsora. Azt mondja Jézus, hogy ez a kenyér az én testem jelképe, egyétek, ez a bor, ez pedig az én vérem jelképe, igyátok. Nem lehet elválasztani a kereszttől. Ott volt a megtört test a kereszten, és ott volt a kifolyt vér. Ez volt az úr borsajtója. Tehát az úrnak van borsajtója a földön, az emberiség felé, de az atyának a borsajtója az, amikor meg lett taposva Jézus, és kifolyt belőle a vére, a bűneink miatt kapta ezt a hatalmas taposást, hogy meg lett gyötörve, és a bűn minden súlyával meg lett taposva Jézus, és ahogy a szülőtből kitapossák az értékes nedűt lét, ugyanúgy jött ki Jézus Krisztusból, ebből a hatalmas prés. Emlékeztek a gecsemáikát, hogy a Présnek a helye. hogy Már ott kijött a vér. Már ott kijött a présből a vér és aztán, mikor a keresztet fölfeszítették, hogy hogyan folyt Jézus vére. Kipréselődött minden vér belőle, és aztán ez a vér most fenn van az Istennek a trónján, oltárán. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az úrvacsora és a kereszt összekapcsolódik, elválaszthatatlan egymástól, mert az úrvacsorában megemlékezünk Jézus haláláról, amit a kereszten tett. Jézus, élet, Jézus az élet kenyere és itala, Jézus azért mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, de mondja, hogy én vagyok az élet itala is. És tudjátok, hogy a kenyér, ha biológiai szempontot nézünk, élettani szempontokat nézünk, akkor a kenyér legelsőnek a Biblia is mondja, hogy egyéb fiam kenyeret, és akkor megerősödik a szív. Tehát a gabona, Termékek, az igazi abban a termékek a kenyér, a szívet erősítik meg. Tehát ha valaki sokat akar dolgozni, annak szüksége van a szénhidrátra, szüksége van a kenyérre. Ugyanígy van szellemi értelemben is. Az Isten igéje, az élő kenyér, az megerősíti az emberi szívet. És ezért az úrvacsora tehát középpontba teszi Krisztust, a keresztet, a keresztből folyamatosan árad ma is, az erő mindenki mondja: áment ez nem fog abban maradni, és ez megerősíti az ember szívét, szellemét. Már csak ha megemlékezik arról, hogy Jézus mit tett az életében, már erő árad belőle. Erő fog kiáradni az ő életéből. Ez az első. A második terület az urvacsorával kapcsolatosan, hogy hogyan jön az erő. Ugye az urvacsorát szoktuk mondani, hogy a szövetség megerősítése. Hogy a szövetséget megerősítünk, mondja Jézus, hogy ez az új szövetség az én vérem által. Ugye ezt, ezt, olvastam fel az előbb, hogy emlék, ez, amikor isszátok, ez az én szövetségemnek a vére. Ugye az új szövetséget vérrel kötötték meg, Jézus vérével kötöttük meg, és ezt az új szövetséget újra és újra megerősítjük. És amikor urvacsorázunk, akkor nyilván, aki elsőnek urvacsorázik, az akkor valóban egy ünnep a számára, de amikor megtértél és újászülettél, akkor most meg elsőnek az Úr Jézus vére, és utána az úrvacsora, a legelső úrvacsora számodra ennek az ünnepe, ennek az ünnepe, hogy Jézus Krisztus vére valóban megmosott, és az új szövetséget megkötötte veled. Ez az új szövetség. És az új szövetségben nagyon fontos, hogy két, két fél szövetségéről beszélünk. Az egyik az élő Isten, a másik pedig egy földi ember, aki köt szövetséget az élő Istennel. És olyan csodálatos, hogy a szövetségnek, a bibliai szövetségnek a lényege az, hogy a szövetséget kötő felek semmit nem tagadnak meg egymástól. Minden, ami Jézusé, minden, ami az atyáé, minden, ami a Szent Szellemé, az enyém is. És az is jó lenne, ha igaz lenne a mi életünkben, és remélem, hogy mindannyiunk életében igaz, hogy ami a miénk, az mind az Úr Jézusé. Az Úré, az időm, az energiám, az összes képességem, az egész életem. Jézus engem bárhol, bármikor, bárki felé használhat. Mert nem tagadhatom meg magamat tőle, hiszen ő sem, és ugye az, az Istennek egyik neve, hogy ő az erős Isten. És ezért a szövetségben, amikor nekünk erőre van szükségünk, a mi szövetséges társunk, hányan tudtok Ámen mondani, soha nem fogja megtagadni az ő erejét tőlünk. Tehát a szövetségben benne van az ő ereje, benne van az ő hatalma. És ezért a szövetség megerősítése tulajdonképpen annak a megünneplése, hogy nekünk olyan szövetséges társunk van, aki, a, aki mindenek fölött erős, hatalmas és dicsőséges. És mindezt a hatalmát, erejét használja értünk. Ez nem a vitrínbe marad, nem a szekrénybe van eltárolva, mint egy emlékkönyv, hanem a gyakorlatban, a mindennap életünkben Jézus Krisztus, mint szövetséges társ jön, és felírtam magamnak, hogy számíthatunk a szövetségesünkre mindenben, védelem, biztos segítség mindenkor. Remélem mindenki tud egy ámen hogy Jézus Krisztus számodra mindenhol, mindenkor és mindenben biztos segítség. Miért? Egyszerűen azért, mert szövetséget kötöttél az élő Istennel. És az a szövetség pontosan erről szól, hogy számíthatunk egymásra. Számíthatok az élő Istenre. És amikor nekem szükségem van rá, akkor ő jön az én segítségemre. Amikor, amikor Jézus Krisztus használni akarja az én testemet, mert ezért adtam oda élő áldozatul, használni akar az én szívemet, elmémet, akkor én adom magamat azon, mert nem a magamé vagyok, hanem az övé vagyok. És az Úr munkája így folytatódik, hogy Jézus ugyan a mennyben van, de Jézus Krisztusnak a teste a gyülekezet a Földön van. És ezért a munka folytatódik. Mert van test, aki keresztül tud cselekedni. Ezért nagyon fontos, hogy Isten is számíthat ránk. Ez egy biztos segítség nekünk, és egy történetet hagy mondjak el. Nem régen olvastam ezt a történetet, nagyon tanulságos volt, nagyon megérintette a szívemet. A történet a lényege az, egy repülőn játszódik a történet, amikor is a repülő egy olyan eh, 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 helyre érkezett, hogy nagy vihar előjelzés volt a repülő, pilótája bemondta, hogy egy nagy viharba fognak keveredni, és erőteljes turbulencia lesz. És eh, kértek, hogy mindenki kösse be magát, és elmondták azt, hogy sajnos most nem, lesz, eh, nem szolgálják fel az italokat, ételeket, mindenki üljön, nem mozogjon, mert, mert erőteljes lesz a turbulencia, nem tudják kikerülni a vihar. És ahogy bejutottak ebbe a viharba, nagyon erőteljesen rázta a turbulencia a repülőgépet, és bizony egyre többen elkezdtek kiabálni és félni, és az emberek egy része elkezdett imádkozni. Ki hogyan fejezte ki a félelmét? Kivéve egyetlen egy valakit. Ahogy körbenézett ez az ember, aki ezt a történetet elmesélte, azt látta, hogy Egyetlen egy kis lány nyugodtan olvasgatja a kis könyvét, a kis képes füzetét, és olvasra, és mosolyog, és, és semmiféle jelen nincs a félelemnek az életében. Mindenki retteget, félt, alig várták, hogy túléljék, és bizony nagyon erőteljes volt a vihar. És amikor ez az ember leszállt a repülőről, az, az első dolga az volt, odament a kislányhoz, és megkérdezte, hogy ma ne haragudj, te miért nem féltél a repülőn? Mindenki rettegett, félt, halássápat volt, kiabáltak az emberek, rengetegen imádkoztak. Azt mondja, azért, bácsi, mert az én apukám a pilóta. És tudom, hogy az én apám mindig hazavisz. Olyan nem történhet meg, hogy az én apám engem ne vigyen haza. Ezért nem féltem, mert édesapám a pilóta, és az ő kezébe van a kormány, és ő mindent úgy csinál, hogy nekem jó legyen, és egy gondot visel rólam, és ezért nem féltem, mert édesapa mindig hazavitt engem. És nekünk is van egy édesapánk. Ő mindig segítségünkre van, és hazavisz. És nem hagy bennünk egy cserben. Ezért az úrvacsora a szövetség kötésről szól, megerősítésről szól, ahol tulajdonképpen ünnepeljük a szövetséges társunkat, és azt, hogy nekünk mindig, mindenhol és minden helyzetben rendelkezésre áll az Isten ereje és hatalma. És nem fog minket serbe hagyni, mert ebből a világból minket haza visz. És nem történhetnek, hogy elveszít egyet is. Nem fog elveszíteni. Nem fogunk lezuhanni. Következő, a harmadik terület az úrvacsorával kapcsolatosan, ami megint gyakorlati módon mutatja be, Erőforrásként az úrvacsorát. Azt mondja, hogy aki nem becsüli meg az úr testét és vérét, az úrvacsorát, itt azt mondja, nem tartja nagyra, nem tartja fontosnak, az erőtelen, beteg és nem lesz aktív, tehát aludni fog. Elveszíti a szellemi éberségét, figyelmeit az életében. Ellenben az ellentéte is igaz. Az úrvacsora, az erő forrása, az egészség forrása, és az éberségnek, az aktív keresztény életnek az egyik forrása. Mind a kettő, ha valaki nem jól veszi az úrvacsorát, ahogy említettem, az is, nem becsüli meg, vagy ha nem veszi, mert az sem becsüli meg. Mert most ezzel szórakoznak a keresztények, hogy tudják, hogy nem, nem, nem szabadna venni, mert bűnben élnek, és nem rendezték a bűnös életüket, és nem bánták meg a bűnüket, és tudják, hogy megbánhat, megbán, natlan bűnnel nem szabad úrvacsorát venni. Tehát ez az, amikor azt mondja az ige, hogy vizsgálja meg kiki magát, és ítélje el saját magát. Az első a vizsgálat, tehát megkérdezzük a Szent Szellemet, hogy vizsgáljon meg minket, és mi is megvizsgáljuk magunkat, hogy nincs -e az életünkben olyan bűn, amelyet nem rendeztünk Istennel. A másik része pedig, amikor megvizsgáltuk, akkor őszinte bűnbánattal, ha van ilyen, akkor őszinte bűnbánattal kérjünk bocsánatot Istentől. Ha ezt megtettük, akkor nem méltatlanul veszük az úracsorát magunkhoz. Ezért mit csinál a kereszténység egyik része? Nem veszünk úracsorát. Mondják ők, hogy ha nem veszünk, akkor nem leszek erőtelen, gyenge, beteg, és nem leszek, nem fogok elaludni, nem veszítem el az éberségemet. De óriási mesterfogás az a sátánnak. Ugyanolyan kategória a meg nem ha valaki nem tartja fontosnak. Tehát lehet méltatlanul is venni, meg lehet nem fontosnak tartani az úrvacsorát. Ugye ezek az emberek nem tartják életbevágónak, nem tartják lényegesnek, nem tartják fontosnak, vagyis úgy mondhatnám, hogy nem egy szentség az életükben az úrvacsora. Vannak szentségek a hív ember életében. Az egyik ilyen szentség, mindenki mondja a az Isten igéje. A másik ilyen szentség, a gyülekezet például. Nekem szentség a gyülekezet, az Isten népe. Vagy például szentség az úrvacsora. Azt nem maradhat ki. Vannak dolgok, amiket soha nem hagytam el. Nem hagytam el soha az imádkozást az életemben, a bibliaolvasást, nem hagytam a gyülekezetbe való járást, és hála jó Istennek, hogy nem hagytam el soha, ami rajtam múlott, és soha nem hagytam el az úrvacsorát. Mert nekem egy szentség. Nekem ez alapvető. Ez kimaradhatatlan szentség az életemben. És ezért, ha valaki ezt nem becsüli, nem veszi, az ugyanazt a bűnt követi el, mint hogyha valaki e, méltatlanul veszi, kivéve egy esetet, hogyha olyan az élete, hogy nem tudja rögtön rendezni a bűnt. Tehát nyilván, hogyha nem tudja rögtön rendezni a bűnt, de akarja, akkor ha emiatt hagyja ki az úrvacsorát, ez természetesen nem az a kategória, amikor nem becsüli valaki az úr testét, mert ő akarja, és alig várja, hogy még egyszer vegyen úrvacsorát, de gyakorlati dolgok miatt nem tudja még kivitelezni. Például, hogyha ha valaki megsértett valakit, és az igaz mondja, hogy addig ne vegyünk úrvacsorát, amíg nem rendezzük a vele való kapcsolatot. Két atyafi között konfliktus van, és azt mondja, először kérj bocsánatot, rendezd az atyát fiával, és utána menj az úrasztalához. De nincs ott az illető. Akkor mit tud csinálni? Az ember kihagyja azt az egy úrvacsorát, nem azért, mert nem becsüli, nem akarja méltatlanul se venni, de nem, nem, azért hagyja ki, mert nem becsüli, hanem azért, mert nincs ott az illető, akivel rendezheti ezt, és alig várja, hogy rendezze, és aztán a következő alkalommal nagy örömmel veszi újra az úracsorát. Ebben az esetben a kihagyás az úracsorának egy Istenfélelem kérdése. És ebben az esetben nagyon jó tett az illető, mert ő maga látta, hogy még most alkalmatlan vagyok arra az urvacsora vételében. Tehát ez egy ez egy szentség a keresztény ember életében, és a szentség maga erőforrás. Tehát a szentség az egyik forrás a, a hatalomnak és a tekintének az életünkben. <kül> miért van annyi gyenge keresztény, és miért nem tud ellenállni a gonosznak, a bűnnek, démonoknak? Mert gyenge. Miért gyenge? Mert nem szent. Ugye a szentségnek két iránya van, az egyik iránya azt mindenki tudja, amikor el vagyunk különítve Isten számára. Tehát egy keresztény ember élete el kell, hogy legyen különítve az Úr Jézus számára, ahogy már említettem, a mi testünk, a Szentlek temploma, és mi az Úrnak az eszközei vagyunk. És éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy hogy az én életem nem a világ szolgálatára, nem a bűnszolgálatra van odaszámva, hanem én el vagyok választva most már Jézus számára, hogy ő használjon bárhol, bármikor, bárki felé engem, az ő országába. Ez szent. Ha te rendelkezésre állsz az Úrnak, és ő bárhol, bárhol, mikor tud téged használni, amikor ő akar, te szent vagy. Ha valaki nem áll rendelkezésre, hosszú ideig szórakozik ezzel, meg szentségtelen. Még akkor is, ha nem védkezik. De már az első védket elkövette, nem adja oda magát, pedig szövetséges társa az Istennek, és mégsem adja oda magát. Ez nagyon-nagyon érdekes, szentségtörésnek nevezik az ilyet egyébként. Tehát a, 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 szentség egyik forrása. A másik forrása a szentségnek a erkölcsi tisztaság. Vagyis Jézus jellemének a fölvétele. Amikor az Úr Jézus jelleme, karaktere megjelenik egy keresztény ember életébe, és azokat a tulajdonságokat, emberi, jellembeli tulajdonságokat vesszük fel, amely Jézus Krisztusban volt. Ez le van írva az Isten igényében. Ezeket a Szentlélek által lehet megteremni, ezeket a tulajdonságokat az ember életében ez erkölcsi szentség, tisztaság, tiszta szent élet, büntelen életet jelent. És éppen ezért ez erőforrás. Tehát aki tisztán él, annak hatalma van a bűn felett. Van ereje? Aki oda magát Jézus Krisztusnak, azt mondja, hogy szálljátok oda először magatokat az élő Istennek, és utána álljatok ellen az ördögnek. Tehát ha valaki nem éli meg a szentséget az urvacsorában, azzal, hogy megbecsülő az Úr testét, hogy szentnek tartja az Úr vacsorát, ezzel saját magát sem szenteli meg. És hogyha ő sem nem szenteli meg saját magát, arra, hogy az Isten el tudja benne végezni teljes mértékben az elkülönülést, az Isten céljaira, dolgaira és az elkösi tisztaságot, akkor marad az erőtlenség, gyengeség és a betegség, mert a bűnnek a következménye az erőtlenség, gyengeség a sátánnal szemben, betegségek és az alvás. Ez marad. Ellenben a másik oldal is igaz, hogyha valakinek az életében ott van a szentség, akkor a hatalom és a tekintének a forrásával válik az életébe, és, és engedni fognak a gonosz szellemek az ilyen embernek. Ellenet tud állni a bűnnek, és uralkodni tud felette. Uralkodni tud felette. Isten ereje a szentségben van. Elkülönöltünk a világtól, és elkölcsileg tiszták vagyunk. Ez emel minket fölé, emögött, emel, e, 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 ebben a jelen való világban a sátáni erősségek fölé. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát senki se űzön ördögöket úgy, hogy ő maga ugyanazokba bűnökbe rostokol. Mert nézze meg, mi lesz az eredmény! Nézze meg, mi lesz az eredmény, hogyha az ördögöt űzi, szembeáll a gonosszal és közben pedig ugyanabban a bűnből fog élni. Nézzük az utolsó kettőt, és mindjárt végzünk. Az utolsó kettő, az úracsor erőforrás az életünkben, ez pedig az atyaság kielentése. Tehát amikor, amikor az úrvacsorát vesszük, akkor az atyasággal is kapcsolatba kerülünk, mert a bibliai kielentés formában nagyon fontos tudnotok, hogy a legbelsőségesebb kapcsolat egyik kielentése, az, amikor együtt étkezünk egy családba. És nem véletlenül nevezik az úr család az úr asztalának. Ez a mennyei atya asztala. Ide helyezte a legértékesebb táplálékot, lelki, szellemi táplálékot az asztalra. Ez a menyei család asztala. Tehát amikor te úrvacsorázol, nem egy földi családnak az elismeréséből, szeretetéből, Méltánylásából, felemeléséből részesülsz, hanem a világ legfontosabb személyének a mennyei atya elismerésében, szeretetében, megbecsülésében, családjában részesülsz. Tehát ez úr asztala. Ez a mennyei család asztala. És a mennyei család asztalán. Ott van a mennyei atya, ő ez az ő asztala, és ott vannak a mennyei dolgok, és ö, éppen ezért. Ö, egy mennyei összeköttetésbe is részesülünk. Tehát te meg vagy hívva, hogy rendszeresen étkezzél a mennyei atya asztalánál. Az úrvacsora a mennyei asztal tulajdonképpen, és egy ilyen királynak az asztalát megvetni, elutasítani a legnagyobb gonoszság. De a legnagyobb kegy, a legnagyobb kiváltság, és gondold, de egy elutasított embernek milyen erőforrás az, amikor az atya hívja meg őt vacsorára amikor a mennyei édesapja hívja meg az ő családjába. És mi hivatalosak vagyunk rendszeresen, hogy együtt étkezzünk az Úrral. Együtt étkezzünk az Úrral. Együtt legyünk ő vele. Ez hatalmas elismerés, felemelés, gyógyulás és áldás a számunkra, mert itt nincs helye elutasításnak, nincs helye kisebbségérzésnek, nincs helye szeretetlenségnek, hanem megbecsülés, szeretet, méltánlás és mérhetetlen szeretet árad az atya asztalára. Minden gyermeke, aki körülölő ezt az asztalt, részesül a mennyei atya valamennyi áldásából. Akik az úr az atya asztaláról lesznek, ez a mennyei család gyakorlati élvezése tulajdonképpen. Élvezheted a mennyei családnak az áldásait, és ez hatalmas erőforrás. Ez az utolsó nem más, az úrvacsora az örökké a kijelentése is. Néhány igét itt felírtam majd, és fogom mindjárt mondani. Tehát amikor az úrvacsorára nézünk, akkor nézhetjük az úrvacsorának az első kijelentését az Ószövetségben, Izrael népének az életében. Megnézhetjük már Ádám életében is, ugye, mert már ott is van vér, állatoknak a vére, amikor az atya fölöltözteti az első ember párt, de azután Izrael nép életében, ha csak említjük a Pászkabárány történetét, ott is látjátok már az urvacsorának az előképét, de a gyülekezet életében, amikor valaki urvacsorázik itt a földön, és az Isten asztalához járul itt a földön, az, a, az azt jelenti, hogy te, aki erről az asztalról eszel, azt mondja Jézus, aki ezt a kenyeret eszi, az él örökké. Az örök élet forrása. Az úrvacsora. Tehát aki az úrvacsorát eszi itt a földön, az enni fog örökké Istennel. Örökön örökké. Nem hal meg soha. És belegondoltunk-e abba, hogy az úrvacsorában tulajdonképpen ezt kezdtük el? Mi már elkezdtük az örök életünket az úrvacsorában. Mert ez az úrvacsora örökké Fog tartani. Azt mondja Jézus, hogy aki eszik velem, majd az fog az én országomban is. És örökké. Soha nem hal meg. Örök élet munkálkodik, dolgozik benned, amikor amikor te úrvacsorázol, és ezt éled át. Ez az örök élet. Ebből a kenyérből eszel, és nem halsz meg soha. János 6.51-ben ez van leírva. Itt a földön eszel az úrvacsorájából, és majd enni fogsz örökkön, örökké, fenn a mennyben, mert ott is lesz, és egy csodálatos mennyeri hely. És még egy dolgot hagyj csak meg. Amikor az első úrracsora, ugye itt az evangéliumokban le van írva, amikor az utolsó vacsoránál Jézus Krisztus elmondja ezt a hatalmas igazságot, mielőtt ő megáldoztatott volna, hálát adott, és megtört a kenyeret, vette a kenyeret, és adta a bort, akkor Jézus Krisztus, gondoljátok el, arra is emlékezett, hogy, hogy ezek az emberek, akik ott vele esznek, vele lesznek örökké. És nem csak erre, hanem azt mondja az ige, hogy azt a helyet, ahol Jézus Krisztus vacsorázott a tanítványokkal, azt elkészítették. Olvastátok ezt a kifejezést, hogy, hogy találtok egy helyet, ami el van készítve arra, hogy úrvacsorázzunk, hogy közösségbe legyünk. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy elkészült, én, az én hitem, hitem szerint elkészült egy hely, a mennyei Jeruzsálem. Ez az a város, az örökkéval alapokkal bíró város, ami el van most készítve. Ugye, ahogy el volt készítve Jeruzsálemben a felház arra, hogy ott Jézus Krisztus a tanítványaival egy, együtt megegye a húsvéti vacsorát, és bemutassa az ő vacsoráját nekünk is el van már készítve egy mennyei hely, ahol örökön örökké együtt fogunk vacsorázni Jézus Krisztussal, és ez a hely szintén fel van ékesítve, és el van készítve. Ugye a mennyi Jeruzsálemet úgy mutatja be az Isten igéje, mint egy Isten számára, és a mi számunkra felékesített város. Ez egy felház, tulajdonképpen. Ez egy vacsoráló hely is. A mennyország, a mennyi, mennyi Jeruzsálem, ez egy vacsoráló hely is, ahol örökké, az örök életünket éljük a gyakorlatban meg dicsőség Istennek. Tehát, amikor te urvacsolázol, az örökké valóságot is kijelented, mert, mert reménység és hitre nem lesz más szükség a mennyben, de urvacsorára igen. Tehát én úgy gondolom, hogy Együtt fogunk táplálkozni Jézus Krisztussal. Táplálkozni fogunk az ő beszédéből, táplálkozni fogunk a menyei javaival, és ez örökön örökké fog folyni. Nem marad abba a ő belőle való élet. Mi folyamatosan belőle fogunk élni, őt, ő, ő, ő fog minket táplálni, és ez tulajdonképpen egy szellemi vacsoráló hely. Az Isten országa és a mennyei Jeruzsálem. És ezt elkezdted itt a Földön. Aki itt a Földön urvacsorázik, az örökkön örökké fogja ezt tenni. Soha nem lesz vége. Dicsőség Istennek. És olyan jó, hogy ez téged megerősít, mert mindig emlékeztet téged arra a helyre, ami fel van ékesítve, és vár téged, ahol együtt közösséget fogsz gyakorolni az élő Istennel, és emlékeztett téged arra, hogy ez soha nem fogod abba hagyni. Van, aki, ugye Jézus az utolsó vacsorára emlékezett, és nekünk az utolsó vacsora az úr úrvacsora, amiben Jézus megemlékezett az utolsó vacsorájáról, hogy ő lesz majd a a menyei kenyér és az ő vére, az ital, az nekünk az örökké való vacsorának a kezdete. Ami neki az utolsó volt, nekünk az első lett, és soha nem marad abba. Dicsőség Istennek. Szóval aki egyszer úrvacsorázott, és hűségesen megmarad az úrasztala mellett, Isten annyi erőt fog neki adni, hogy örökkön, 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 örökké, soha nem hal meg, és mindig Istennel lesz közösségbe. Ez az erőnk forrása, drága testvéreim. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Remélem, hogy tudjátok használni, és becsüljétek meg, és a következő nem csak a gyülekezet 70%-át szeretném látni. Őszintén mondom, mert szórakoznak a keresztények, úgy látom, szórakoznak. Még az úrvacsorára sem jönnek-e néhányan. Remélem, hogy nem jutnak el arra, helyzetre, amikor Isten előveszi a veszélyét, és egy kicsit meg fog őket egyengedni. És remélem, hogy észhez tész hamarabb, rájössz arra, hogy nem te vagy az erőforrása, hanem a benned lévő Jézus Krisztus az erőforrása. És elhelyezte Isten az úrvacsorát az életedbe, hogy élj szabályosan az úrvacsorával, ne legyél buta, ne legyél bolond, hanem legyél okos, áldott, éber, keresztény ezekben az utolsó időkben, és becsüld meg az Úr testét, mert az erőd forrása. Imádkozzunk. Mennyi atyám az Úr Jézus nevében hálát adok a harmadik erőforrásért, amit elhelyeztél az első gyülekezet életébe. És mi is azért megyünk most vissza az első gyülekezet életébe, mert ez az a biztos alap, ami működik. És nem a múltba akarunk visszamenni, hanem azért megyünk vissza, mert innen akarunk elrugaszkodni. Ebből az igazságból, ebből a működő, hatalmas igazságból akarunk mi is élni, és innen akarunk hatalmas utat megtenni, azt az utat megtenni, amit te terveztél a mi számunkra. Uram, add meg, hogy a te néped, uram, ne gyermek maradjon, hanem fel tudjon növekedni. És köszönöm neked, uram, hogy a felnőttek számára szükség van úrvacsorára. És ez az úrvacsora, ami számunkra a kijelentéstek a forrása, számunkra az erőforrása, az egészség forrása, és számunkra az a örök, örök létnek is az egyik megélési igazsága, megélhetés igazság, hogy megéljük az örökké valóságot már itt a Földön. Köszönöm neked, Uram, a te kegyelmedet, áld meg a te népedet, áld meg, akik ma hallották ezt. Az úrvacsora az nem egy vallásos szokás, hanem az Istentől elhelyezett hatalmas erő, egészség és éberség aktivitásnak a forrása. Add meg, Uram, hogy közöttünk senki ne legyen beteg, gyenge, erőtelen, és ne aludjanak el a keresztények, hanem az úrvacsora által folyamatosan kapjuk az erőt, az éberséget és az egészséget te tőled. És én hálát adok neked ezért, hogy a te néped itt az élegyülekezetében nem akar gyermek maradni, akik pedig már felnövekedtek, azok pedig örömmel élik meg ezt az igazságot. És köszönöm neked, hogy változtattal át bennünket egy apostoli gyülekezetté, egy apostoli gyülekezetben erőforrás az urvacsora a Jézus Krisztus nevében. Ámen. Búcsúzom, Isten áldjon meg benneteket, ma este, és ne hagyjátok ki az úrvacsorát, fedezzétek fel, legyen az erőtök forrása, én már majdnem 40 éve élek ebből az erőforrásból, és nem tudtam kimeríteni, áldott legyen az Úr neve. Isten áldjon benneteket!